Olyan jó lenne, hogyha ez a három ETF felkerülhetne a Light hír oldalára. Az egész onnan indult, hogy Olivérrel készítettem egy nagyszerű podcastet az elmúlt időszakban, ami természetesen érdemes megnézni, és ott felmerült az ETF-eknek az a szekciója, ami a Light híren elérhető, hogy ez a jellemzően ez a Kína, Taiwan, India kombó, és hogy India csak úgy klasszikba nem nagyon elérhető. És mondanom sem kell, hogy ebből az előbb említett hármas fősúllyal bíró ETF-ből 7 nagyjából van, ami visszaforgatós, és körülbelül ugyanennyi, ami nem. Tehát plusz 10 darab közül tudunk választani, hát most ott igazából olyan nagyon nagy extra eltérések nem lesznek, de hogy 10 plusz van, még ugye magába adott esetben mondjuk Taiwan vagy India nem szerepel. Jött a hozzászólás Aron 68-tól, hogy miért nem teszem ki így hozzászólásként, vagy a videó alá ilyen bejegyzésbe, hogy azt, amit én szeretnék látni a Light híren, és akkor hát, ahogy a többiek így szavaznának rá, vagy akik követik a csatornámat. És ugye ebből jött az ötlet, úgyhogy köszönöm szépen. Hát mondom, ezt ne ússzuk meg ennyivel, készítek egy külön videót, hát ugye ez lesz az, és ebbe hozok 3 olyan ETF-et, amit úgy gondoltatok, és én is, hogy érdemes lenne, hogyha a Light hírt felvenni a listájára. Úgyhogy felkerestem a kedvenc Light hír oldalamat Facebookon, és ott be is dobtam egy szavazást, hogy bár én személy szerint az NDIA tickerrel bíró ETF-et nagyon szívesen látnám az oldalon, de hogy dobjátok be, hogy ti melyikre gondoltok, és a 3 legtöbbet kapott szavazat úgymond jut tovább. Sziasztok, András vagyok, és ez itt az Extreme Portfolio csatornám. Tehát csoportban kérdés be, kis megfogalmazás, hogy mi a terv, és néhány óra múlva jött egy hozzászólás, hogy az, amit én hiányolok, az már fönt van. Jó, hozzátartozik, meg fogom magyarázni. Egy, hát jó, mondjuk nem néztem meg, hogy fent van-e az a tickerre, de hogy nem fogom hetente megnézni, hogy fent van-e az, amit én szeretnék, mert időnként ugye megjelenik ilyen hírként, hogy a Light híra érkezett 19 vagy 22 ETF, hát zárójelbe tenném hozzá, hogy ezekről mind-mind készült videó az oldalamon, úgyhogy nyugodtan nézzétek meg. Másrészt meg hozzá kell tennem, hogy azért eddig az összes ilyen új ETF-et én elég alaposan átnéztem, sőt, amikor indult lényegében az oldal, a start ETF-eket is átfutottam, hogy kigyűjtsem a számomra érdekeseket, és ez tutira nem volt a listán, úgyhogy valószínűleg ez a néhány hét alatt valóban felkerülhetett így szépen csendben. De ebből a legfontosabb tanulság az, hogy mindig ellenőrizd le, hogy ki mit mond, mit állít, mennyire igaz, mert hát, mint látjátok, ugye, a YouTube-os is ember, tegyük föl, és hát én is elnéztem ezt a dolgot, és azért mondom ezt el kamerába is, mert hogy szerintem ezzel nincs semmi probléma, bárkivel előfordulhat, hogy nem aktuális információt közöl, de ez nem szándékos. Na de az a lényeg, hogy attól még a szavazás az szépen elindult, és érkezett 3 olyan, amire viszonylag többen szavaztatok, úgyhogy ezeket hozom most így bemutató jelleggel. Remélhetőleg a közösség ereje az összeadódik, mert hogyha néhányan azt mondjátok, hogy hát nekem ez vagy az szimpatikus, bepötyögtek az applikációba, és ott ugye lehet egy ilyen kérést intézni, hogy bizony én ezt a tickert szeretném látni az oldalon. Az első, az az SDIV lesz, az osztalék kedverők számára 0,45%-os éves költséggel kell számolnunk, ami szerintem teljesen rendben van. 118 vállalat lesz benne, és azért érdemes lesz ezekre a vállalatokra ránézni, mert azért talán nem a legismertebbek. Ami mindenképpen diversifikációs szempontból érdekes, hogy USA az csak 28%-ban szerepel, még 10%-ban Hongkong, és 5%-ban pedig Ausztrália. Elég friss ETF-et találtatok, ez 2022-ben indult. Ha minden igaz, 10,6%-os osztalékkal dívik, és ráadásul minden hónapban kifizeti az arra eső részét,
Úgyhogy akik csípik ezeket a minden hónapban érkező kis osztalékokat, azok valószínűleg erre fognak szavazni. A második ETF, amire a legtöbb szavazat érkezett, ez a 84X0, hát egy gyönyörű tickerrel bír, és ez Kína nélkül hozza a feltörekvő piacokat, úgyhogy nagyon érdekes, mert Tajvan és India mellett ott van például Brazília is. Éves költsége az 0,18%, még szimpatikusabb, és 676 vállalattal leszünk mi megáldva. A harmadik ETF az a Bitcoint lekövető ETF lett, 0,21%-os éves költséggel, 20-22-es indulással, és ennek a tickerje, amit be kell írni bizonyos keresőbe, ez a CBTC lesz, úgyhogy aki ezt szeretné TBS-re áthelyezni, az bátran szavazzon rá. Szerintem kitalálhattátok, hogy számomra melyik lesz a legszimpatikusabb, de ez egyáltalán ne befolyásoljon benneteket, hogy melyiket szeretnétek látni az oldalra. Ráadásul ugye ez nem biztos, attól még, hogy mondjuk 10, 20 vagy 30-an szavazunk rá, nem feltétlenül érkezik be, vagy nem biztos, hogy azonnal lesz ennek nyoma. És ráadásul azért nem ilyen egyszerű a vásárlás, és bár benne van ez az indiai ETF, és a következő hónapban pont ETF osztályt kéne nekem újítanom, vagy behúznom a portfóliómba, de közel sem biztos, hogy attól még ez lesz az, hiszen van már olyan, amit kinéztem, és lehet, hogy annál maradnék. Ettől függetlenül azt mondom, használjuk ki a közösség erejét, hát ha ez ad egy olyan lendületet bármelyik tickernek, bármelyik ETF-nek, hogy felkerüljön az oldalra. Bizonyára feltűnt számotokra ez a szponzorációs felirat itt a sarokba, vagy ott a sarokba. Ez azt jelenteni, hogy ugye nekem Biza van egy ilyen ajánló linkem, és hát hogyha ezen keresztül te regisztrálsz erre a kis platformra, akkor én is, és te is egy ilyen jelképes kis összeggel gazdagodunk, néhány ezer forintot jelent, na de hát épüljön az a portfólió apránként. Úgyhogy ennyi szponzorációt engedjetek meg számomra így a vége felé, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, remélem sokatokban felkeltettem a vágyat arra, hogy felkeressétek az oldalt és szavazzatok, illetve, hogyha tetszett a tartalom, akkor megosztással tudjátok segíteni a csatorna működését és fejlődését. Köszönöm a figyelmet, jó kereskedést, jó befektetést, sziasztok! Nem. És akkor hát, ha generálna ilyen... ha minden igaz, a harmadik eszköz, hát talán nem is annyira meglepő módon, a Bitcoint legtöbb...